Sziasztok! Üdv ebben a videóban, amiben mesélni fogok kicsit egyrészt arról, hogy milyen volt így a hónapom, az ünnepek, stb., illetve egy más hírral is készültem. A december egyébként az azt megelőző 3 hónaphoz képest picit már látosabb volt egy munka szempontjából, de azért most arra is jutott sajnos bőven. És úgy nézett ki, hogy 23-án még dolgoztam, este jöttem haza Debrecenbe, hogy végre a családra egy kis együtt karácsonyozzunk. Előtte, hát több mint 2 hónapja már nem voltam, mert egyszerűen sehogy sem fér bele az időm, vagy haza tudjak jönni 1-2 napra. Úgyhogy már nagyon vártam azért, hogy jöjjek. A karácsony az úgy nyugiban telt, 24-én a szűk családdal voltunk, igazából én úgy jöttem haza, hogy itthon már nagyon sok mindent nem szeretnék csinálni, de úgy alakult, hogy még maradt egy kis munkám itthonra, és amit így gép előtt meg kellett csinálnom. 23-án meg 25-én csinálgattam, meg aztán 6-án is, amikor már mentem vissza Pestre. Viszont cserébe legalább úgy voltam vele, hogy én most sütni-főzni biztos, hogy nem fogok, én hazajövök, és akkor anya főztjére, meg mama főztjére hagyatkozok, és ezek, ami van. Annyira nem is voltam ebben a kreatív szerepbe, hogy én most mindenféle ilyen karácsonyi sütit készítsek igazából. Egyedül tegnap csináltam már, ma egyébként 30-a van, tegnap csináltam már fent Pesten egy sütit, de az is, hát még a neve is elárulja, egy ilyen túrós málnás lustaasszony rétesét csináltam, ami nagyjából egy ilyen nettó 3 perces mutatvány volt. Fel is vettem, úgyhogy mutatom, milyen egyszerű volt. Trust my senses, catch me if I fall. So done with second guessing, you seem to have it all. In loving before anything, emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. Kick it rendezvous, make some time for me and you. Get you over, treat you right. Úgyhogy idén nekem nagyjából ennyi volt a sütizésből, de ez egyébként tök finom, mert úgyhogy javaslom, hogy próbáljátok ki, hogyha nincs sok időtök vagy kedvetek, mint nekem. Illetve azon kívül, hogy itthon voltam és próbáltam azért picit pihenni, bár 2 nappal ennyi nagyon sok pihenés nem fér bele, azért is vártam már a karácsonyt, mert akkor nem dolgozok edzőként, tehát van időm nekem edzeni. Én egyébként nekem az már egy évek óta ilyen rutin, hogy minden karácsonykor is elmegyek edzeni, és nem azért, mert nem lehetne kihagyni pár napot, vagy mert lelkismert furdalásom, vagy ilyesmi, egyszerűen azért, mert ilyenkor van rá időm, tehát nem kell sietnem sehova, nem be van osztva a napom órák szerint, hanem igazából elmegyek, és addig edzek, ameddig jól esik. Olyankor már sokan sincsenek a teremben, úgyhogy én kihasználom karácsony 3 napját, és akkor is edzettem. Illetve a december az már ilyen szempontból is picit jobb volt. Előtte nagyon sokszor voltak olyan heteim, hogy saját magamra egyszerűen nem maradt időm edzés szempontjából, mert annyi edzést tartottam volt, hogy napi 10 személy edzést tartottam, tehát abban már abszolút nem fér bele, és nem élvezett prioritást sajnos. Úgyhogy a decembert ebben is próbáltam kicsit jobban kimaxolni és többet eljárni edzeni. Ebből is vettünk fel egyébként egy komplett edzést, amit is úgy, hogy most bevágom nektek azt is. Thank you.
És most pedig igazából hazajöttem újra, mert hogy vissza kellett még karácsony után mennem megint csak dolgozni 3 napot, és 29-én este tudtunk hazajönni, most megint már itthon vagyok, és holnap ugye szilveszter, nagyon nagy programot nem szervezünk, sőt, gyakorlatilag itthon leszünk és társasozunk meg ilyesmi, mert hogy tényleg annyira tevékeny és húzós hónapok vannak mögöttem, hogy abszolút semmi más nem vágyok, mint arra, hogy végre üljek egy picit a fenekemben és ne csináljuk semmit. Úgyhogy nagyon izgi programom nem lesz, de emiatt aztán nem vagyok kétségbeesve. Pláne azért, mert hogy a január ismét egy elég nagy új változást fog hozni az életembe, amire nem árt megint csak felkészülni lelkileg. Ugye amikor legutóbb csináltam nektek ilyen life update videót, az azt hiszem, hogy augusztus környékén lehetett. Ugye akkor kaptam meg egyszer két tök jó munkát is, és arról meséltem benne. Az egyik egy social media manageri munka, amiről sokat nem beszéltem, és valószínűleg nem is fogok, de ezt azóta is csinálom, és szeretem. És hát az is sok időmet elveszi nyilván, de az mondjuk azért egy kisebb szeletét töltöttem ki az életemnek. A másik pedig ugye a személyi edzősködés, amit most kezdtem el élesben és tényleg személyesen csinálni szeptember 1-től kezdődően, tehát már így 4 hónapja. És azt gondolom, hogy elég gyorsan, elég jól elkezdett menni, hál' Istennek, olyan szabadon, hogy hamar sok vendégem lett, és nagyon-nagyon megszerettem őket, megszerettem azt, hogy személyesen is tudok segíteni, és tényleg egy nagyon nagy váltás volt ez nekem, mert én előtte másfél éven keresztül otthonról dolgoztam, nagy részt egyedül voltam otthon, Andrés kivéve, aki néha otthon volt, néha ne, de úgy általában egyedül teltek a napjaim. És ehhez képest bekerültem egy olyan közegbe, ahol nagyon-nagyon sok kollégám lett, illetve ugye személyi edzettek, akikkel szintén olyan kapcsolatban voltam, mint nem tudom, a fodrásszal, tehát hogy nem csak az edzést tartottam, de beszélgettünk is, picit ilyen pszichológusok is voltunk egymásnak, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyon minimális social életből bekerültem rengeteg ember közé, ami megint csak egy elég sok volt nekem szerintem eleinte, és ezért fel kellett dolgozni rengeteg-rengeteg ingerért, és esténként sokszor úgy mentem haza, hogy már imádkoztam, hogy senki ne szóljon hozzám villamoson, meg senki ne hívjon fel telefonon, mert én nem vagyok hajlandó, meg képes többet beszélni ma. És hát igen, ez egy fontos ilyen tanulás volt, azt hiszem, ebben a pár hónapban, viszont magát az edzést tartásomat nagyon-nagyon megszerettem, és úgy érzem, hogy sokat fejlődtem benne ahhoz képest, mint hogy kikerültem ugye a edzői suliból, akkor volt egy elméleti tudásom, de azt azért nagyon-nagyon fontos volt gyakorlatba átültetni, mert nem ugyanaz a kettő, egyáltalán nem ugyanaz. És most már azért sokkal magabiztosabb vagyok, úgy érzem, bár még mindig rengeteg tanulnivalóm van. Voltam is nemrég egy újabb képzésen, egy funkcionális tréner képzésen az IVI-nél, és tervezek is jövőre hasonlókat, mert ez abszolút nem egy olyan szakma, ahol egyszer megtanul, és akkor ott pipa, hanem ezt mindig csinálni kell és tanulni kell. Viszont úgy érzem, hogy ebben a pár hónapban nem sok időm jutott igazából a tanulásra sem, meg magamra sem, meg nagyon sok minden másra sem. Abból adódóan, hogy tényleg rengeteget kellett dolgozni, mert abban a teremben, ahol elkezdtem edzőként dolgozni, ott van egy bizonyos elvárás az edzőkkel szemben, és én pedig az a fajta vagyok, aki szeret megfelelni az elvárásoknak, a saját elvárásaimnak is, meg tényleg ezért szeretek teljesíteni, és ezért aztán iszonyatos módon kimaxoltam az életemet, tekintve azt, hogy mellette ugye volt a közösségi médiás munkám, meg a saját YouTube csatornám, Instagram oldalam, az összes ezzel járó együttműködés, amiket feléptettem az elmúlt években, úgyhogy hát nem tudom, hogy ezt így, hogy sikerült lemenedzselnem. Viszont amit így konklúzióként ebből ki szerettem volna a végére hozni, hogy november végén felmondtam a munkahelyemen, és decemberben még végig dolgoztam, viszont tegnap volt az utolsó munkanapom hivatalosan, és januártól egy új teremben fogok elkezdeni edzőként dolgozni. Nagyon-nagyon sok gondolkodás és rágódás után jutottam erre, de tényleg rengeteget beszéltünk erről Andrissal, és mindenképpen az jött ki belőle, hogy ez lesz a jó megoldás. Pedig picit valahogy úgy éreztem, hogy én megfutamodok a feladat elől, vagy nem vagyok képes teljesíteni, vagy nem tudom, picit ilyen önmarcangolásba kezdtem, ami nem jó. De igaza volt, és igazából én is tudtam, hogy igaza van, csak ki kell hangosan mondania valaki másnak is, hogy nekem nem ez lesz a hosszú távú lehetőség, amihez ragaszkodnom kell. Úgyhogy lényeg a lényeg,
januártól kezdve az SXL Fitnessben a Fogarasi úton fogok elkezdeni edzőként dolgozni. Ez Zugló, ma ez a terem jóval közelebb hozzánk, mint a Life 1 volt, és szintén nagyon-nagyon szuper teremről beszélünk, tök nagy tágas, nemrég újították fel, nagyon sok új gép van benne, külön terem, funkcionális terem, súlyzós rész, gépes rész, csoportos óra, stb. Úgyhogy én abszolút lelkes vagyok ezzel kapcsolatban, és van egy jó pár vendégem, aki legnagyobb örömre azt mondták, hogy jönnek velem, és ott folytatják velem a személyedzést, amiért nagyon örülök, mert nagyon-nagyon megszerettem őket, és így is fáj a szívem azokkal kapcsolatban, akik viszont nem tudnak átjönni. De bízok benne, hogy itt is lesznek olyanok, akik megkeresnek majd, és szeretnének esetleg az új évben elkezdeni edzőhöz járni, esetleg hozzám járni. Úgyhogy ha a környéken laktok, akkor, vagy esetleg már odajártok az SXL-be, akkor szeretettel várlak január 6-ától indulóan személyedzésre. Itt picit mások az árak is egyébként, mint a Life 1-ben. Nem központilag meghatározott a személyedzés ára, hanem egyéni. Úgyhogy minden ezzel kapcsolatos információját, hogyha érdekelteket, akkor e-mailben várom az érdeklődés megjelentkezést. Kérlek, hogy semmiképpen se Insta üzenetben írjatok, mert az nagyon könnyen elveszik, és nem biztos, hogy válaszolok. De ha e-mailben írtok, akkor mindenképpen vissza fogok jelezni, és egyébként úgy fog kinézni, meg eddig is úgy nézett ki mindig, hogy a legelső alkalom egy konzultációs beszélgetés, ahol megismerjük egymást, a céljaidat átbeszéljük, a sportmúltadat, a táplálkozásodat, stb. Utána ezt követi az első alkalom, ami egy állapotfelmérés, test és mozgás mintaszűrés, tartásmegfigyelés, stb. És ez alapján fogunk majd elkezdeni együtt dolgozni az azt követő alkalommal már egy normális edzés keretében, meg ez alapján áll majd össze az edzésterved is. Úgyhogy így kell elképzelni igazából a közös munkát, utána azt, hogy heti hány alkalommal tudod megoldani, az abszolút egyénfüggő, és az már így részlet kérdése, de nagyjából el kell készülni. Úgyhogy igazából ezt szerettem volna még így elmondani, hogy mostanában, amikor ilyen Insta kérdezfelekekben is kérdeztétek, hogy hol dolgozok, meg vállalok-e új embert, meg stb., akkor azért is tértem ki sokszor a válasz elő, mert én már tudtam, hogy nem itt fogom folytatni, de még nem akartam elmondani az új helyet, most már viszont igen, úgyhogy januártól az SXL-ben folytatom, és bízok benne, hogy jó döntést hoztam, és jól fog menni, és jobban fogom tudni mellettem regzselni az életem összes többi területét, és nem fogok eljutni a kiégésig, mert azt nagyon nem szeretném ilyen hamar, meg semmikor sem természetesen. Úgyhogy a januárban nincs csak egy változás fog hozni nekem, de állok elébe, most tartok magamnak egy hét szünetet és pihit, és utána új erővel csapunk bele újra az edzésekbe. Szóval igazából ennyit szerettem volna elmesélni, nagyjából ezzel kapcsolatban még erről szólt a december hónapon. A 2020-as évre pedig hát vannak céljaim, meg céljaink Andrissal, meg sok minden, amiről most így nem fogok egy külön videót csinálni, meg ilyen év értékelő videót sem fogok csinálni, szerintem tavaly ugye volt ilyen is, de mindenképpen el fogom magam gondolni, hogy mi az, amilyen konzekvenciákat levonok az előző évből, és mi az, amit szeretnék továbbvinni 2020-ra, mert úgy érzem, hogy egy jó év lesz, úgyhogy kívánom nektek is, hogy legyen nagyon-nagyon boldog új évetek, sikerekben gazdag, kihívásokban gazdag, mert a kihívások azok, amik előrébb visznek, úgyhogy hajrá! Köszönjük, hogy itt vagytok egész évben, és találkozzunk jövő héten, jövő évben.